Üdvözlöm Önöket, Dávid Endre vagyok. A gyógyítás, mely minden közösség számára létfontosságú és társadalmilag értékes, a szellemi kulturális örökség részét is képezi, és minden kontextusban kiemelt figyelmet kapott. A népi gyógyászat, amely a népi hiedelemrendszer egyik ága, a hitbeli elemeket és a tudományos ismereteket ötvözi. A hitalapú elemek nem mindig alátámasztottak empirikusan a hagyományokon belül, viszont a népi tudomány sok részét az évszázados tapasztalat igazolta, mint például a gyógynövények használata, vagy bizonyos gyógyító módszerek. A népi gyógyítással összefüggő tudás két részből áll. Az egyik a betegségekre vonatkozó ismereteket, a másik a gyógyítási folyamatokhoz szükséges utasításokat foglalja magába. Ez egy bonyolult szabályrendszer, ahol gyakran nehéz megkülönböztetni a hiten alapuló és a konkrét hasznos tudást, hiszen gyakran bebizonyosodott, hogy a hiedelmek gyógyító hatása sem elhanyagolható. Ebben a keretben szeretném meghívni Önöket egy felfedező útra a népi hitvilág és a gyógyítási hagyományok világába. Csatlakozzanak hozzám ezen az izgalmas úton, ahol közösen fedezzük fel régiónk rejtett titkait. Utazásunk első megállója Kovács Árpád történészhez vezet, aki segít nekünk jobban megérteni a népgyógyászat széleskörű aspektusait. Tartsanak velem! Árpi, mi is az a népgyógyászat? Hogyan kapcsolódik a népgyógyászat a népi hitvilághoz? Nagyon jó a kérdés. Hogyha jó belegondolunk, akkor látható, hogy a betegségek egyidősek már az emberiséggel. És ugyanígy a gyógyítás is. Tehát, hogyha például felütjük a Bibliát, vagy megnézzük a Mózes könyvét, akkor látható, hogy már akkor elkülönítnek betegeket és betegségeket, és ezt valahogy megpróbálják gyógyítani. Tehát olvashatunk már az Ószövetségbe szembetegekről, de nagyon érdekes, hogy a bőrbetegségeket is már megemlítik, sőt, akik ilyen betegségben vannak, elkülönítik a társadalomtól, vagy megválogatják a zsidók az ételeket. Tehát már rájönnek arra, hogy a romlott ételek, vagy a sokáig tartott ételek betegségeket okozhatnak. De már látható a zsidó kultúrában, hogy nem lehet egy béna, egy vak, egy sánta ember pap például. És gyakorlatilag a betegségeket már a Bibliában elkülönítik fizikai eredetű betegségekre és lelki eredetű bajokra. A fizikai az lehet egy csatába, háborúba, balesetbe, egy sérülés, egy kéztörés, egy sebejtés, és a lelki betegségnek pedig számos oka lehet. Tehát ezt már a Bibliában jól el tudjuk olvasni, el tudjuk ezt a két betegséget különíteni. És ahogy megjelennek a betegségek, megjelennek a gyógymódok is. Tehát ahogy említettem, a bőrbetegeket vagy a leprásokat elkülönítik, hogy a többieket ne fertőzzék meg, és különböző praktikák alakulnak ki, ami folyamatosan az emberiséggel fejlődik. Itt lehet beszélni mágikus ráhatásokkal, amikor külsőleg akarunk egy betegen segíteni, és vannak valójában mechanikus beavatkozások is, amikor egy kificamodott vállat akarunk helyre tenni. De most a népi gyógyászat az egy külön kategória, mert elkülönül az ezotériától, elkülönül az orvostudománytól, tehát gyakorlatilag egy olyan népi hagyomány, a hagyomány pedig egy tudás, ami sok évszázadon, akár évezreden keresztül kikísérleteztek őseink, hogy arra a betegségre milyen gyógymódot lehetne választani. Itt a gyógyításban, a népi gyógyításban elsősorban kiemelkedő szerep jut a gyógynövényeknek, amit elsősorban teával vagy külső borogatással alkalmaznak, hogy azt a beteget meggyógyítsák. De itt nálunk felé, természetesen a táj adottságokat is figyelembe véve, például erdei gyümölcsöket vagy vad gyümölcsöket is felhasználnak, tehát ilyen a vadalmaecet például, ami még mai nap is általában nagyon sok háztartásban jelen van, hát szinte azt is mondhatnám, hogy minden háztartásban jelen van, ezzel pedig külsőleg próbálnak a beteg fekélyes sebb helyeken például gyógyulást elérni. Tehát én azt mondanám, hogy a népi gyógyászat az egy olyan kollektív és egyéni tudás, ami az évszázadok alatt
évezredek alatt felhalmozódott, és a jó bevárt gyakorlatokat, recepteket, gyógymódokat a mai napig őrzik, és próbálják az emberek életét elviselhetővé tenni, a betegségből helyrehozni, vagy hogyha már nem is lehet, akkor a tüneteken, illetve a szenvedésen enyhíteni. Tehát erre nekünk szükségünk van, és én úgy látom, akár az én környezetembe szétnézek, vagy az én gyerekkoromra, hogyha visszagondolok, hogy hát ez nagyon intenzív volt, akkor nem mentünk el minden pillanatban a patikába, azelőtt az orvoshoz, hanem csak akkor, amikor minden kötél szakadt. És itt jön az orvostudomány. Tehát szerintem ott különül el, amikor már ezek a népi praktikák, ezek a népi eljárásmódok, hagyományok, ráhatások nem tudnak már segíteni. Amikor már a különböző hitvilágot segítségű hívtuk, és a különböző hiedelmeket, de még mindig nem értünk eredményt, ott már nincsen mese, ott már meghúzódik élesen a kettő között a vonal, és akkor már egy nyílt csonttörése, vagy egy komplikált gyerekszülésnél ott azért már el kell menni az orvoshoz, és a klasszikus orvostudományt is segítségül kell hívni. Adja magát a kérdés, hogy akkor van-e helye a népi gyógyászatnak a mai világunkban? Mindenképpen helye van, sőt én azt látom, hogy visszajött divatba, tehát hogyha most elmegyünk a mezőre, elmegyünk a legelőkre, elmegyünk az erdőbe, akkor automatikusan nem is kell senki figyelmeztessen, eszünkbe jut, hogy gyűjtsük ezeket a gyógynövényeket. Ugye a gyógynövényeknek a gyűjtése az nagyon sokrétű, megvan, hogy a benti kertekbe, és nyilván évszakoktól is függ, vagy megvan, hogy a virágját, a szárát, gyökerét kell gyűjteni, és megvan a felhasználása. Sőt, egy ilyen gyógynövény kölcsönzés is van teának, hogy baj van az epimmel, fáj a májam, és akkor adjá ehhez való gyógynövényt, hogy főzzem meg, és akkor esetleg én adok cserébe neked csipkebogyót, vagy egyéb gyógynövényt. A fontos ugyanakkor, hogy az ezotériától is, habár nagyon azt lehetne mondani, hogy társtudomány, de hát ugye az ezotériát azt nem lehet tudománynak nevezni, mert éppen az arról szól, hogy a tudományos alapelvektől próbál eltérni, vagy nem veszi figyelembe a tudományos konzekvenciákat, de az a különbség, hogy az ezotéria gyakorlatilag egy szűk körnek, egy szűk okkult beavatott körnek a tudása, a tudománya, a gyógynövény használat vagy a népi gyógyászat, az meg egy sokkal kiterjedtebb terület. Érdekes. Gyakorlatilag két része van ennek a gyakorlatilag a népgyógyászatnak. Az egyik az, ami valamilyen bizonyított módon fizikai hatása van, vagy pozitív fizikai hatása van, ugye például a gyógynövényeknek, de van egy része, ami gyakorlatilag inkább a hitvilágba gyökerezik, így tehát a hittel van kapcsolatban. Ugye valószínűleg nehéz eldönteni azt, hogy a hitnek milyen gyógyító hatása van, viszont kétségkívül egy betegségbe, egy konkrét betegségbe a remény maga az nagyon pozitívan hozzá tud járulni a gyógyuláshoz is. Nem tudom, hogy te is így látod ezt a dolgot. Így van. Megemlítetted a két kulcsfogalmat, a reményt és a hitet. Tehát ugye a hit, remény, szeretet, ez a keresztény tanokban is az alapvető erkölcsökhöz, illetve erényekhez tartozik. Tehát mikor én megbetegedek és meg szeretnék gyógyulni, tehát vágyom arra, hogy én meggyógyuljak, akkor alapvető, hogy ezt higgyem el, és akkor megfogalmazódik a remény is. Tehát ellenkező esetben nem is érdemes nekifutni, nem is érdemes megpróbálni. Na most akár a kereszténységbe, de a mi magyar kultúránkban is egyértelmű, hogy imádkozok. Tehát az imának is van egy ilyen gyógyító ereje. Tehát ez a kettő összekapcsolódik a népi gyógyászat, kötődik a hiedelem világhoz is, de kötődik az erős hithez is. Sőt, még azt is hallottam, hogyha valaki betegségbe szenvedett és elkezdődött a gyógyítása, akár népi gyógyteákkal, akkor is imádkoztak érte, és próbálták ennek a gyógyulásnak a gyorsaságát, vagy a reményt közelebb hozni a beteghez, illetve a betegséghez. A modern etnobotanikai kutatások nem csupán módszeresen, de tudományos alapossággal is vizsgálják a hagyományos népi gyógyászat rejtett kincseit, különös tekintettel a gyógynövényekre. Ezek a kutatások nem csak elméleti, hanem gyakorlati igazolást is szolgáltatnak a növények gyógyító erejére. Utunk következő állomása egy helyi gyógynövényeshez vezet, aki nem csak hagyományos recepteket alkalmaz, hanem saját kezűleg is kísérletezik új, gyógyhatású szerek kifejlesztésével. Erzsike néni, miket látunk itt az asztalon?
különböző délfüleket. Tehát vannak, amik egész korán szedődnek, kora tavasszal, egészen késő ősszel, amit szoktam a család számára szikszem magam begyűjteni. Nézzük meg, ez micsoda eskeni? Ez a vacsombor vagy kapufű. És ez mire jó? Mire használták régebb? Legnagyobb gyógyszere a férgeknek. Tehát a gyerekeknél az epefér képesek, vagy az epeférget, a gésztákot nagyon jó belülről megtisztítsa a gyerekeknek a gyomrát, felnőtteknek is. Persze ez segített rajtam, hogy sikerült úgymond inkább tartani. Addig mindig vérszegény voltam, mindig valami bajom volt. Azt, amikor meghallottam, hogy mire jó, és hogy mire használják, akkor hát körülbelül egy annyit megittam egy télen, mint itt az egész dobozban mennyi van. Menjünk tovább, ez micsoda? Ez vegyes, ebben minden van. Ebben cickafark, citromfű, menta, kapufű, tavaszi kankalin, a sárga kankalin, vagy kásorirág. Még itt látom. Van ez a sárga orbáncű. Ez az orbáncű, ezt úgy hívták nálunk valamikor a gyermekek, hogy zsíros tej előtt benülle. Nem tudom miért. Van az apró bojtórján, ezt hol láttam. Ez pedig a korpafű, ez májtea. Ez a, mit tudom, jó egy sárgaság után kezelés. Amit tényleg a család próbáltak ki, a bátyám volt sárgaságos. És mikor visszament felülvizsgálatra, azt kezdte az orvos, hogy mit csinál, hogy ilyen szép az eredménye. Tehát ezt akkor isszuk, amikor valami érezzük, hogy valami nem jó. Ott pedig az a sziszkafark, az egyszerre legelsősorban nőgyógyászatilag jó, nagyon jó. Azt mindig mondta a papom, azt egy nő annyit kellene megígyon egy évben, egy akkora kívét, mint így, ahol valamennyit lehet fényvni. De viszont nagyon jó az epének, a májnak. Úgyhogy ezek vannak nekem elgyűjtve délfülek. Hallottam, hogy Erzsike néni szokott készíteni olyan hát italt is, ami kicsit alkoholos, vagy nem alkoholos. De. Igen. Házi unikum a neve, de aztán kapott ilyen olyan melléknemeket, de így van, hogy unikum. Régebb is készítettek ilyen alkoholos, nem, gyógynövényes? Nem tudom. Nem tudok ez. Ez csak most egy, mit tudom, 6-7 éve, 5-6 éve, hogy ezt így kitapasztaltuk, hogy mi az, ami belé jár. Tehát a recept szerint tesszük, ugye, hogy leírták, azt szerint teszem a Most már harmadik éve, hogy ilyen vagyok a szállítója. Megkóstoljuk azt, Erzsikeléni? Feltétlenül. Üvegedénybe készítem, amúgy. Vannak ilyen nagyobb borkányok, az a rendőrzbe szöntes borkány, ami direkt erre a célra használok, így két jó nagy ládátot elefér. Milyen gyógynövények vannak ebben, Erzsike néni? Ahogy eszembe jut, úgy sorolom. Vacsombor van benne, kamilla, egérforkó, cickafork, egérforkó, csihán, árba csihán, fekete ribizli levél, cseresznyeszár, megy, szárostól, levelestől, dió, olyan dió, ami nyers dió, de nincsen még bele, de már képződik a bele, tehát egy olyan tűvel meg tudom szúrni. Az van benne, és akkor tárnics, sárga tárnics. Tehát nem tudom, mind a 14 fény felsoroltam, biztos. Csak egy keveset kemeskedni. Hát lehet, ha megbánjuk, hogy keveset tűtök. Köszönöm szépen! Egészségére, Erzsike néni! Tintoró használata. Minden ellen. Érdekes íze van. Erzsike néni gyerekkorában minden nap ivott teát? Minden nap volt a tea otthon? Igen. Vagy ritkábban? Igen. Olyan teás család voltunk amúgy mindig.
mindig az ilyen száraz, tehát úgymond a felvágott mellé, vagy egy ilyen olyan vacsora, ami tömöttebb volt, vagy délutáni uzsonna mellé, mindig te volt. Hamar-hamar egy fazénban. Ebben a faluban él egy másik személy is, aki nagyra becsült gyógynövényes. Családja ragadvány neve, a Búrjánék, magában hordozza ezt a hagyományt. Mindenképpen szükségesnek éreztem, hogy találkozzak vele, hiszen minden falubeli, akit megkérdeztem, őt ajánlotta nekem, mint forrást. Ugye akkor nem volt annyi orvos, ha mit tudtak, házilag. Ha tüdőgyulladásban volt, akkor vizes borogatást tettek. És a vókezét is, akkor teát főztek. Ahol orvos voltak a betegek. Milyen teákat főztek, Tamás bácsi? Hát többféle gyógynövény van. Legelőbb kezdődött a kásavirág, ajja ki elébb. Gelegonyó. Gelegonyó is, de volt tavasszal a, mondom, a kásavirág legelőbb, akkor voltak a árvacsiha virágot, csak a szirmat szedte, és egérforkú fű, úgy hittük másképpen. Akkor volt a centaurió, ezért jó fű, ahol foglalkozott édesapám. Uh-huh. Úgy hallottam, hogy Oroszhegyen nevet is kapott a család. Hát úgy mondták, hogy Burján Ferenc. Még most is mondják el? Mondja. Nekünk is mondja. Uh-huh. Hát nem csúnya. Gyógynövény. Gőzölni olyan csináltak-e, hogy melegítették azt a vizet, letakarták a fejüket? Igen, igen. Azt hogy csinálták? Hát megfőzték a szénamúrvát, így mondták. És akkor egy fazékba oda tették a megvolt nátásától erre. És vétakorták. Lepedővé, hogy pokróccal a beteget, és úgy párultatták a gőzőtet, hogy amikor forró volt, akkor kevés volt, és gőzőtették úgy. Gyógyításra még milyen módszerek vannak, ha valaki beteg? Hogy lehet másképp meggyógyítani, vagy lehetett-e másképp meggyógyítani? Úgy is tanultuk, hogy vizet vett gyermeküknek. Három szenet bele a csészébe, és imádkoztunk rajta, és akkor meggyógyult a gyermek. De volt, aki nem hitte. Mi hittük, mert úgy tanult. Most is hiszi még Tamás bácsi? Igen. Most is van, mikor valamelyik állatbeteg, meg annak is vizet vetek, és akkor kicsi idő múlva. Hát másképpen mozog az állat. Gyermeküknek is szoktam vetni vizet. Hogyan gyógyít ez, Tamás bácsi? Hogyan működik ez? Hát el kell mondani, az immács, akkor szenet vetni, égő szenet a vízbe, és ha leszáll, akkor azt mondják, hogy igaz, hogy meg van égézve. Ha leszáll a szén a vízbe. És ha nincs megégézve, akkor nem száll le. A szén. És ha leszállsz, meg van igézve, mit kell csinálni? Meg kell mosogatni a gyermeket, vagy az állat, vagy meg... Igyék belőle. Inni is kell belőle. Inni kell belőle. Igen. És akkor úgy lesz, hogy meggyógyult, mert helyre jön. Búrjánék udvarát elhagyva a vízvetés fogalma csengett vissza gondolataimban. Úgy döntöttem, érdemes lenne többet megtudni a vízvetéssel kapcsolatos hiedelmekről. Milyen volt, amikor megígézték, vagy hogy ígézték meg? Nem tudom. Ha szép volt, vagy csúnya volt, vagy mit tudom, nem kit megígéznek. De mivel ígézték? Hát azt mondják a szeme, valami a szemével, így mondták. Azt mondták, kinek a szemédők összeér az ígézős. Így mondták. Aztán mit tudom? Az babul, az égit beszédek, ugye mi? Hány darabot kell? Ötöt kellene.
És miért pont ötöt? Így mondják. Így mondták, és úgy csinált. Lezárt. Kettőben maradt, többi lezárt. És az mit jelent? Azt jelenti, ha meg van igézve. Aztán ki tudja tenni. Kettő itt van, ugye? Uh-huh. És ötöttem már is. Három van. Hát így, így, és akkor úgy. És a talpára is. Talpára is. Igen, igen, így, így. Így csinálták, így csináltuk, azt én is, amikor nem gondoltam, hogy én nem megyek a szomszédba, hát én is vizet tudok vetni, ahol is nyíltak, vagy valami. És ott valaki ugye olyan volt, hogy megígérte, csodálkozott rajta, hogy ezelőtt tettek a gyermeknek valami pirossat. Azt mondták, akkor nem éjjézik meg. Igen, a kicsi babáknak. Hova tettek pirossat? Hát a sapkára, vagy valahova, a szvetterire, valami. És akkor nem tudták megígézni. Azt mondták, hogy akkor nem éjjézik meg. A vízvetés hagyományaitól eltávolodva most egy másik, de nem kevésbé fontos terület felé irányítottam lépteimet. Célom egy helyi almaecet készítő megkeresése, aki az almaecet előállításának régi, bevált módszereit alkalmazza gyógyítási céllal. Csak tiszta, egészséges almából lehet almaecetet készíteni. Abból lesz almaecet. Mire használják az almaecetet? Mi az ételves, etevésre, uborka etevés, paprika etevés, fuszulyka etevés, zöld fuszulyka. És aztán testbédérzsölésre, rehoma ellen, ehhez hasonlódó. Az következik, hogy amikor le van őrővel, akkor annyi vizet tétünk rá, hogy így lenyomva a víz érjen fel a tetejéig. Akkor úgy erjed. S úgy kell hagyni 6-7 napot. 6-7 napot? Igen. Utána szőlőpréssel leprésselem. Résbe berakjuk ezt az anyagot. Beles fér, mint az egész, azt hiszem. Ez a végén üvegkósóba kerül akkor. Ott marad 6 hétig. Az üvegkósóba, az alatt kifúr. Emlékszik, Kevenc bácsi, kivel csinált először ilyen almaecetet? Almaecetet legelőbb. Nagyapámnak, Balint Gáspár nagyapámnak, utána édesapámnak. Ezt azért könnyebb legyen, könnyebben lehet sokolítani. Nem megy nehezen. Itt van ott. Tavaly ecet, tavaly előtt ecet. Fú! Na, ez ilyen. Erős, igen. Amikor valaki azt mondta, hogy megcsömörlött, hogy érezte, hogy mindene fáj, akkor az alma ecetet, itt a halántékot, itt. Ott, ahol az izmokat. Az izmo, a forgóknál, itt a kéz, csuklónál, a halánték, a nyakat megdörzsölte. Én tudom, hogy nekem is jó volt, én is ezt továbbadtam. Az én gyermekemnek is használtam. Egy olyan nyugtató érzést ad a szervezetnek, ennyi.
ezt tudjuk mondani, mi így tapasztaltuk ki a bőrünkös. Az öregek vajon honnan tudták ezt? Nem tudom. A tapasztalatból. Kikísérletezték? Persze. Én is azt mondom. Mozdulattal így, hogy azok az erek lazuljanak, mert ugye sokszor az ember érzi, hogy mindamikor elfáradsz, ez jót tesz ez. Még olyan is van, hogy amikor az embernek a keze is el van fáradva, hogy az ujjakot is úgy... Ott is meg lehet ott is dolgozni. Igen. Hát én nem mondom, hogy ez csodát műve, de ennyi az egész. Uh-huh. Csipke vagyok, galagonya, no ezek nekünk is vannak. Akkor, hogy mondják, a szúfűnek, mi úgy mondjuk népi nyelven, hogy szúfű, de azt hiszem, hogy szurok. De ez sok-sok teját hoznak. A patikája. Ki szokta gyűjteni ezeket a füveket? Piroska néni, vagy Venci bácsi? Én szoktam gyűjteni. Füstölő volt régebb? Füstölő, amikor szükség. Uh-huh. Na, ne! Ez mentó. Rá van írva. Ez citromfű. Rá van írva citromfű. Ez egérforkó bent a fehér. Uh-huh. Ez pedig a máj. Venci bácsi ismeri akkor a gyógynövényeket, egytől egyik, ami idekint van, igaz? Egyiket, igen. Szereti gyűjteni, Venci bácsi? Én igen. Nyarra nem megyek, tudom, mikor virágzik. Mikor virágzik, akkor kell szedni mindegyiket. Mikor virágzik, akkor kell szedni mindegyiket. Az almaecet népi gyógyászati felhasználásának megismerése után tovább haladtam egy inazóhoz. Ő nem hivatalos képzések révén, hanem a népi hagyományok és a hitvilág ismeretének birtokában gyakorolta mesterségét. Béla bácsi, úgy hallottuk, hogy a faluban magát inazónak nevezik. Miért van ez? Hát, én nem kérdeztem senkit, nem is mondjak. Ami hibás volt, azt igazítottam soha. Én nagyot nem tárgyaltam senkivel. Hogy igazítja, ami hibás? Ami hibás, az helyre igazítottam, ahol lépott, ott nem kérdeztem a testet. Csak a hibást. Érdettem, hogy a tökéletesen a helyén van, tovább nem dolgoztam vele. Béla bácsi, úgy tudjuk, hogy sokan jártak magához annak idején. Hát, milyen problémákkal keresték meg magát? Mindenfélivel. Válból, a gerincvel, agygyulladás volt, térgyulladás volt, lábfájgyulladás volt. Hogyan tudott segíteni az embereken? Hát az enyéket vissza a helyre. Addig fájdalmas, amikor visszapottam, tovább nem fáj. Igen. Béla bácsi, hogy tanulta meg ezt a segítségnek ezt a módját, vagy a segítésnek ezt a módját? A fiatalkorban sokat szenvedtem, hol törésvel, hol kimenésvel. Mondom, voltak házi vénasszonyok, mikor zekár, úgy akartam, hogy lovak álljanak meg, de nem álltak meg. Az útból zekét nyugta, a gerendei átörött sok. Szakaszorva a keresztül, ahol a sebességvel. A zaka utána fordulva, derekamot árontotta. Az öreg azt mondta, egy félfahar pálinka, egy borosfahar pálinkát megjúrt, ahol rezette a kezét, sokszor mondtam, a lábmál volt terve. Megkérdezett, az agyba anyután voltam, beúttam gipszelve, agyékig fel, az öreg asszont anyám odaszerelte, visszaállította a karjaimat, a hátamat, az ágy végénél megállott, és azt mondja, hogy csak egy hasábfart. A gipszet levágták a lábamról, egy kalapácsról, vésivel kibontott, a két kezével a lábamot tartotta,
mosni anyámnak, hozz csak egy hasábfarddal áldám. Gondoltam, lárászti a lepedőre a lábamot, a gizből ki volt bontva. Hát annám keresztül tette a lepedőre, ahol fad, ácsotta a lábot, megtartott, nem tudom. Három hétig szajzás után a lábot újra törte. Mondta, Julis néni, kérje az Istent, halljak meg, mert ha megélek magát, megütöm. Hadd el, fiam, hadd el. Három hét után, ahogy volt egy vékon kándéval, bétakárta, négy falt, négy felő, baladrót volt, potentfogó volt. Szarmat megkötte, azt mondta az ágyból, hát ugye szétültem az ágyban, nem, de állítsátok fél, felállítottak fél lábra, azt mondja, tartsátok két oldalba, már szétül. Öt percet, ha kibír, megtessétek vissza. Fél óra múlva még egyszer, míg az agy visszakapta a teljes vérkeringést, hogy nem szédülte. Újra indulta, még megyek, annak 1952-ben volt ez a kínzás, mikor mondtam, hogy Július néni, kérje az Istent, halljak meg, ha megélek, meg magát megtöm. Az öreg asszony sokszor ráigazított. Ilyen almonga láttam, hogy mi érkezik. Mit, hogy kell beállítani, mi a hibája, hogy lehet megszabadítani. Éjjel az álmában látta ezeket. És a keze honnan van a tehetsége hozzá, hogy ezt tudja csinálni? Hát ez a fejvallatta. A ló lefeküdt, leizzott a víz sorgott volna a kártyába, a búrjámba, befeküdt. Hittak oda. Az orligba felnyomtam sajt. Víz nincs, szarsz. A cukra felszökött, a vér áldult. A fülét megvágtam, ott is súroltam, míg az vér megcseppent, de olyan fakadta, nem rendes vér, hanem sült vér. A két nyakizmát addig súroltam, míg a rendes, az orrizacsag, mert még jött akkor a vérkeringés működött. Hallott fel, és ment tovább. Béla bácsi, megmutatja-e rajtam, hogy hogyan csinálta annak idején, vagy néha-néha még most is ezt a gyógyítást? Azt mutattam a nyaka oldala, a két felül ott a hiba, a szemeknek és a nyálnak és ennek a csoroknak is. Igen. Megmutatja rajtam? Igen. Így. Ez a két hüvelyt ide felmenjünk, hát a zagyra menőt megmozgassuk. Azt pedig nyakódott, arra ki visszafelé húzunk, ide, oda, oda, oda. Igen. Amikor ezzel végeztünk, az a kulcsontra ide kerül két dugó. Ezt csinálja az agyvérzést, az agyon. Ez. Úgy, ezt addig háromszorig, ha simán kell maradjunk, akkor agyvérzés nem. A vállalatot pedig így, azt bemutattam. Igen, az tegyük fel az agyvérzésre dolgozott, mert itt rokban, és az ottár bemájválni. Az olyan bemásokat itt keresem meg. Igen, elkért folyt. Igen, kogy. Az pedig az orr alatt, a szem alatt, azt a vékony idák szállok, addig mozgatom, amíg simán marad. Azt hátra viszem egészen a fültőig. Igen, úgy. Ha hallás visszaállítom, hávár pedig az agy tisztul, ami vérre futott az agyra, amitől a bémaságot csinált. Nem lesz tökéletes, de 900%-ra helyreigazodik. Azt
mikor vissza van a két oldal, a gerincvállát, a kezápit, azért keressük meg, ott vannak azok az idegszálak, mindegység olyan. Az addig kell, amíg simma arra marad. Ezeket át kell tüntetni, hogy akkor működik a lalfájés, azt a medencét, azt örökké fészségbe bérfelé. Fészségbe mészted, egy félfázástól, nap is bizarrulni kezd, kell várni, hogy meginduljon a pisi. Azt a forgócsontot pedig ott és ott és. Addig kell, amíg simma lesz. Igen. Hát az idegszor röcsipődik, alja kerül, és egy pütyök kerül ide. Hogy? Ez menjen le végig. Hogy? Amikor rá vég, aztán azt a lábacska akut itt keressük meg. Engedj el a jövőbe. Hogy? Itt keressük meg. Ott. Ott. Ide az idegszor, ide csipődik be a csont közé. De olyan végpont, az pedig ízzel töltélek. Több belét összik rá húzzak. De újra tőt innen. A egyikből a nagy ing újra tőt. Azt amikor megszólalta, azt visszataszítsa végig, fél, oda-vissza. Hát megpuhult, megpuhult. Akkor labra állítom, és azt a nagy ingot visszapattantom. Egy többet vizet ide nem tárnál. Ez a daganat innen csak magától felszívódik. Az pedig agyékba, amit de kalibon szökve ott az én, az ide becsipi, és ide pedig vett egy bogocskát. Oda né. Oda né. Hogy? Fájdalmas. Tudom. Érzékeny fájdalmas is. Na, az amikor sima, a torpalba meg kell keresni, itt a torp közepén, ott, ott, egy bokkerűs. Az a bogot, addig tért, egy roponat, kettő, hájra van, meg van szabadítva. A végkeringés vissza van állítva. Béla bácsinak mi a titka? Nekem semmi. A fejvaló. Nem. De Isten azt az érzést, jótó. Emberi testtől, állattestig mindennek. Fogtam éjjel almunkba. Tudtam, hogy mivel lehet megszabadítani, hogy mi az élet menjen tovább. Ez az agyvérzés a legveszélyesebb. Egy nő vagy 17 évet visszajárt, az orvosok kiadták, hogy 17 nap az utolsó. Ilyen félcinti alszajúval volt a korábból kiadták, az emeletén azt mondja, hogy nem éri meg, hogy felmenjen az emeletre, és a ruháit legalább megnézzek, mondom, maga tizedikre is felmenjen. Vagy vérzés volt. Hogy 17 évet visszajárt. Mikor kötött le, akkor jött. Én lalfáj mosás volt. Megport a lalfájhez mosni. Hogy vérzés kapott, meg bén. Kétszer házhoz jártam. Harmadik sor hozta kocsival a házahelybe. Megrepére altam, s a szék lett egy sepp is, itt nem érzett. Érzéktelen volt a test. A rákászizmok nem dolgoztak, de helyre igazították. A népgyógyászatban elengedhetetlen szerepet töltött be a helyi inazó. Tevékenysége az egész közösséget érintette. Sokat hallottam az Urusos kútról Oroszhegyen, amelynek gyógyító hatásában sokan hisznek. Ezek a gyógyulási történetek különösen érdekeltek, ezért döntöttem úgy, hogy e felé veszem az irányt. Gyermekkoromban is nagyon sokat betegeskedtem, és
olyan 10 éves koromban, már kisebb koromban is beteg voltam. Én kaptam egy vizes mélhártya gyulladást, és abban sokáig kórházban voltam, mikor hazajöttem, nagyon le voltam gyengülve. És jött, állt az ocsi törtök, és akkor édesanyám is olyan vallásos asszon volt. Kézen fogott, kimentünk az Urosos kúthoz, főfelé mondtuk a rózsafűszért, és akkor is olyan száraz évszak volt, hogy nem volt a kútba a víz. És édesanyám bévitt oda venni a mocsárba, mert olyan mocsaros a hely, és bévitt oda, és ott kapott vizet, és levetköztem, s a hátam ott lemosta, és egy olyan megkönnyebbülést éreztem, hogy úgy éreztem, hogy jobban nézem magam, hogy csak fájdalom is érmúlt. Erzsike néni ott helybe érezte? Igen, azt az erőt. Azt az erőt, ami ott tényleg ott elhagyta a betegség, olyan megkönnyebbülést tudok mondani, hogy onnan a fájdalom eltűnt. Más szent élményeket, ugye mondta Erzsike néni, hogy a vizet azt, az Urosos kút vizét azt szokott a háznál tartani, más, tudom, szent képeket, keresztet, hasonlót, gondolom, hogy azért szokott a házba tartani. Igen, vannak Mária szobor, Jézus képe, Mária képe, feszület. Ugye megszentelt cekót tartunk, amikor erősödő van, akkor a kályába szoktunk dobni belőle a szentelt vizet, amit hozunk húsvétkor. Azzal az udvart, mikor nagy erősödő van, akkor meg szoktuk szentelni házat s az udvart. Nekem, én meg ezt megcsinálom, mert nekem nyugtató érzés. És akkor mezőről sokszor jöttünk haza, széna tetején, a szekér tetején voltam, és tényleg olyan idő jött, hogy a faluban már értünk volna be. És akkor édesanyám is, én is szoktuk mondani, Isten utassa őt, hogy Jézus nevébe keresztet vettük az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Uram Jézus Krisztus, vittél hegyekről hegyekre, rengeteg erdőre, ahol a szegényeknek vakar nem adnak. Érzem sokszor a Jóisten segítségét. És Erzsike néni mit gondol például az Urosos kútban a víz? Az azért gyógyító hatású, mert van valamilyen fizikai anyag benne, ami gyógyít, vagy pedig azért, mert az emberek hisznek benne, vagy esetleg a hiten keresztül? Hát remélem, hogy mind a kettőnek a társa van, hogy ha megkenjük is vele, és imádkozunk is. Én úgy gondolom, hogy mind a kettő összefügg. Erzsike néninek eszébe jutott, hogyan vették le az árpát a szemről annak idején, amit készségesen be is mutatott nekem. Mondjuk a szemén árpa van, és akkor így hallottam, vagy láttam is, hogy sollót vettek a kezébe, kezében, és mondták, árpa, én téged learatlak, kévébe raklak, kalundjába teszlek, kicsépélek, hazaviszlek, s megeszlek. Köszönöm szépen, Erzsike néni!
Az Urusos kút legendáját és kapcsolatát a népi hitvilággal szerettem volna mélyebben megérteni. Ezért Kovács Melánia tanítóval és néprajzkutatóval közösen kerestem fel a helyszínt. Melánia, hol vagyunk most? Orosz egy határában, az Urusos kútnál vagyunk. Ez egy kultikus hely, ahová gyógyulni jártak az emberek. Maga az urusos szó is gyógyulás, gyógyítást jelentett. Uruság az pedig valamilyen gyógyszert jelentett. A hagyomány, a néphagyomány Szent László királlyal köti össze ezt a helyet. A népmonda szerint Szent László király itt volt a katonáival, akik betegek lettek. A király imádkozott, letérdelt, beleszúrta a kardját a földbe, és a kard helyén víz bugyogott fel, amelyből a katonák megmosakodtak, és ezáltal meggyógyultak. A víz az áldozó csütörtök hajnalban gyógyít a leghatásosabban, még napfelkelte előtt kellett kijönni ide, kihozták, kizarándokoltak ide a gyermekeikkel, a beteg emberekkel. Még napfelkelte előtt merítettek a vízből, itt a környéken tüzeket gyújtottak, üstöket hoztak, megmelegítették a vizet, és itt a gyerekeket megfürdették, megmosdatták benne, illetve akik annyira betegek voltak, azoknak vizet merítettek, és azt vitték haza. Aztán az 1700-as években Batthyány Ignác püspök betiltja a búcsújárást. Hát ezt az adatok szerint a verekedések miatt tiltja be, de az oroszegyiek a középkor óta, tehát az 1700-as évek után is a kommunizmus minden tiltása ellenére a mai napig is feljárnak ide áldozó csütörtök hajnalba. Az idén a püspöki tiltást feloldották, és felépítették, az egyházközség felépített egy misézésre alkalmas helyet, egy oltárt, így most már újra az 1700-as évek óta újra szabad szentmisét tartani. Melánia, hogyha ránézünk azért ezekre a ruhákra, amik itt mellettünk vannak, óhatatlanul is valamilyen pogánybeütés jut az ember eszébe, van ennek valamilyen alapja? Igen, úgy feltételezzük, hogy ez még a kereszténység előtti víz és szélkultuszra vezethető vissza, hiszen valószínűleg, hogy erre építette rá az egyház aztán a Szent László kultusz. Az emberek miután megmosakodtak, akkor a beteg testrészükről levettek egy-egy ruhadarabot, és azt felakasztották a környező fákra, aztán később a kerítésre és a keresztre. Ezt a keresztet is, ahogyan hallottuk, egy kislány édesapja hozta ki, azért, mert meggyógyult a lánya. Hallottam, hogy vannak különböző babonák is, vagy népi babonák, amik ezekhez a helyszínekhez kapcsolódnak. Ugye, hogyha valaki, ha jól értettem, leveszi a ruhát, akkor elkapja, vagy magával viszi a betegséget, vagy elveszi a betegséget is azzal együtt. Pontosan, tehát a ruhával tulajdonképpen a betegséget is letették, vagy próbálták letenni, és úgy tartja a néphit, hogyha elvesszük a valamelyik ruhadarabot, akkor annak a betegsége ragad ránk, aki azt feltette rá. Illetve a kútba is dobtak be pénzérmét, pénzt, ezt se szabadott elvenni. Úgy tartja a népit, hogyha valaki elveszi, akkor ugyancsak ráragad a betegség. Illetve valakiknek szabadott elvenni, a nagyon-nagyon szegény pásztor gyerekeknek. Nagyon sok történet szól erről. Többek között próbálta valaki illetéktelenül elvenni, mert jött a búcsú egy kisfiú a pénzt, és hatalmas mennydörgés, égzengéssel vihar kerekedett, és akkor gyorsan visszatette a pénzt, és többet nem próbálkozott vele.
Melania, mire használhatom ezt a vizet a néphagyomány szerint? A néphagyomány szerint bőrbetegségekre, szembetegségekre, ízületi bántalmakra, és egyáltalán megszentelheted vele a házadat, a beteg állataid vannak, vihar esetén beszórhatod vele keresztalapba a lakást, tehát teljes mértékben, mint szentelményt úgy használták, akár csak a templomban megszentelt vizet. És ez a környéken egy nagyon fontos gyógyító eszköz volt, és mai napig is az. Hát ki fogom próbálni akkor. Köszönöm szépen. Ajánlom. Sokakat meggyógyított. Melania egyik beszélgetésünk alkalmával, amikor a népi gyógyászatról esett szó, azt javasolta, hogy keressen fel a helyi ónöntőt is. Ez a hagyományos gyakorlat sokak számára jelentett utolsó menedéket, sőt, esetenként túl is mutat a hagyományos gyógyászaton, vagy akár az orvostudományon. Csokolom, Vilma néni! Egy picit megzavarják a fiatal emberek. Hallottuk, hogy Vilma néni tetszik segíteni embereknek. Szoktam segíteni. Csak magára fogjam, ugye fogadja őket. Jó, köszönöm. Arra kérem a mindenható nagy úristent, hogy senkit, még a kutyát se hagyja egyedül. Ez itt, ami van, ezt a férjemmel csináltuk, mi építettük. Én itt maradtam egyedül, és itt vagyok maradva egyedül. És a mindenható úristen nem akar elvenni. Anyadisznyónk volt, főzni kellett a pityókát neki. Itt főztem, ó, te anya, azt mondja, menjünk és hozzunk pezlét, csinálok egy katlant, üstva, főzzük ünt a pityókát. Jó, menjünk ki. És élve nem jött haza az uram. Egy 10 méter távolságra voltam, mikor a medvével összeverekedtek. És azt ott túl kellett élni. És ennek 34 éve. Vannak olyan problémák, hogy a gyerekeknél kivált. Leesik a földre, és akkor nem tud pihenni, mert az idegszálakot megtámadja az a jegység. Az a jegység megtámadja. Vagy dadogni kezd az a gyerek, vagy gyorsan elkezd pillogtatni, és nem tudják az orvosok, hogy mi a baja. Na, és ez az ón vize annyira hatásos, hogy meggyógyítsa. Na, ez egy örökös, öreg tudomány. Ez nem tanult valami. Ez egy öreg tudomány. És az édesanyja a halálos ágyán hagyta magára? Nem. Már előtt? Nem, az előtt jött, és kontrollált, hogy hallám, mit csinálok, hogy csinálom, hogy bízok Istenbe. Próbára tette akkor? Igen. Úgyhogy.
tökéletesen. Legyen szíves, hajoljon előre, még úgy, jó? Magának nagyon sok emberrel van dolga baja. Ez így igaz? Nagyon sok emberrel van, de vannak olyan emberek, hogy magának szemébe szépet adnak, jaj, be jót csinálok, tényleg úgy kéne csinálni, de ellensége. De lássai, itt van ez az ember, de még az óra oda le van. Az magának egy rossz indulatú embere. Ez a gömb, ez a fényös gömb, ez a szív. És nézzenek körbe kereken a vér, hogy működik. Magának egy nagy útja volt valahol. Ez is egy nagy útja volt valahol. De gyerekkorában most valahol maga egy balesetet látott, itt van magának a szíve, és az a baleset, nézze meg, ne, üresen maradt az ón, mert megtörtént az a baleset, szétrobbant az út. Nézze meg a szíve, hogy kijött. A szíve az nagyon igazságos. Nagyon igazságos. Ugye olyan, mint egy szeg. Ez a szeg az idegszálat megtámadják. Ezek nem hagyják, hogy a szív nyugodjék. Ezt a vizet meg kell igyja az, akinek óna döntötte. Meg fogja látni, már ha azt mondja, hogy babona, de meg fogja látni, hogy maga, amikor lefekszik, elalszik, olyan nyugodt lesz, olyan, mint mikor én viszek egy nehéz terült, és letette, na megpihente. Hát ezek a szegek megsemmisülnek. Nem lesz nekik erejük magát bántani. Ahogy utunk vége felé közeledünk, elmondhatjuk, hogy betekintést nyertünk a népi hitvilág és népgyógyászat sokszínű és mély világába. Bár lehet, hogy több kérdés maradt megválaszolatlanul, mint amennyi választ találtunk. Ez nem csökkenti az utunk során szerzett tapasztalatok és ismeretek értékét. Ez az út nem csak a tudás bővítéséről szólt, hanem arról is, hogy megértsük, a tudás gyakran több kérdést vet fel, mint amennyi választ ad. És ez része annak a folyamatnak, amely során mélyebben megismerjük kultúránkat és örökségünket. Köszönöm, hogy velem tartottak!